Fussa történelmen át elnevezésű verseny idén korábban startol, annak érdekében, hogy minél inkább elkerüljék a napközben várható forróságot. Felmérést végeztünk a közösségi médiában. Szinte mindenki egyezett azzal, hogy 8-kor startoljon a verseny, mivel nagy melegek várhatók. A verseny tehát 8-kor kezdjük, 11-re pedig be is fejeződik, így délben már az ebédnél ülhet mindenki. A Szabadkai Félmaraton társszervezője az Aktív Kids sportegyesület, amely a gyermekek futamát szervezi a kezdetektől. A számok folyamatosan növekednek. Az első futóversenyünkön még 2017-ben a gyerekekre gondolok, 280 fiatal vett részt, vagy gyermek. Ahogy elhangzott itt, tavaly pedig már közel 700-an. Itt arról van szó, hogy egészen 10 éves kortól és oda visszafelé egészen babakocsis futamokat is szervezünk, amikor is ugye a hangsúly azon van, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és valamilyen szintén a fizikai aktivitás, a testmozgás örömöt okozzon nekik, és ebből kifolyólag az életük részévé váljon, és hogyha itt sikerélményük van, akkor később is szívesebben vesznek részt valamilyen sporttevékenységben. A versenyen résztvevő gyerekeket szüleik, testvéreik is elkísérik, ezért a rendezvény remek családi program, tette hozzá Halasi. A rendezvényen idén is jelen lesz a Szabadkai Mentőszolgálat 2 mentőautóval, elsősegélysátorokkal és 2 kerékpáros mentőssel. A versenyre a trka.rs oldalon nevezhetnek a futók.